Az éles szemű látogatók már felfedezik a Nyíregyházi Állatpark legifjabb lakóját, a parányi majot Makit, habár meglehetősen egybeolvad anyjával, és a nap nagy részét még alvással tölti. Az országban csak itt látható tenyészcsapat igen eredményes, hisz minden évben születik utód. 4 hetes lett a sárga szakállas Maki család legifjabb tagja. Eddig az apróság anyja hasán tartózkodott, de most már oldalán és hátán is lovagol. Egy olyan Maki fajról van szó, ahol csak az anya hordozza a kicsinyét, de a csapat minden egyes tagja részt vesz a kicsi szőrápolásában, gondozásában. Az apróság jelenleg anyatejjel táplálkozik, de hamarosan ő is elkezdi a lédús takarmány fogyasztását, amely főleg édes gyümölcsfélékből áll majd. A sárga szakállas makik a barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Természetes élőhelyük Madagaszkártól mintegy 400 kilométerre, Majot szigetén található. A szinte folyamatosan mozgásban lévő főemlősök idejük nagy részét a lombok között töltik, de alkalmanként lemerészkednek a földre is élelem után kutatni. Kínosan ügyelnek a tisztaságra, nem csak a kicsi, de egymás bundáját is rendszeresen ápolják. 4 alsó metsző és 2 szemfoguk úgynevezett fogfésűt alkot, valamint hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, és azokkal távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az esetleges élősködőket. Élőhelyük elvesztése és a vadászat a sárga szakállas magikat is fenyegeti. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a mérsékelten veszélyeztetett kategóriába sorolják a fajt.